Az Európai Uniós tapasztalatokról szerveztek tanácskozást Kispiacon. 5 EU tagország partner településének képviselőivel 40 érvet és ugyanennyi ellenérvet ütköztettek az unióval kapcsolatban a kétnapos program keretében. Az első napon köztársasági és tartományi tisztségviselők is előadást tartottak, másnap pedig a Prosperitáti Alapítvány eddig elért eredményeit mutatták be a jelenlévőknek. A tanácskozás célja az EU-ban uralkodó jelenlegi állapotok felmérése és értékelése, mondta üdvözlő beszédében Szarabka Ede, a Mozgalom Kispiacért civil szervezet alapítója, Kispiac helyi közösség elnöke. A polgárok demokratikus részvétele az Európai Uniós csatlakozás folyamatában elnevezésű program lebonyolítására a házigazdák 24 ezer eurót nyertek EU-s pályázati forrásokból. A magyar, horvát, szlovén, román és szlovák partner települések képviselői érveket hoztak fel, milyen hasznuk származott eddig az EU-hoz történt csatlakozásból, de arról is, mik az unió problémái. Első helyen a migránsválságot említették meg, ugyanakkor a legjelentősebb pozitívum az EU-s pályázati pénzek lehívása és az ezekből megvalósított beruházások. Az elmúlt évben nagyon sok pályázatot sikerült megnyernünk, uniós pályázatokat. Egy-kettőt említenék, csak új polgárőrautót, új falubuszt, ravatalozót tudtunk felújítani, több száz négyzetméter gyönyörű sétányt tudtunk hozzáépíteni, egy kulturális központot tudtunk létrehozni, és a mostani legnagyobb projektünk lesz egy majdnem teljesen új 600 négyzetméteres óvodát is tudunk. Ezek mind az uniós forrásoknak az elosztásából, vagy nyertes pályázatokból kerültek hozzánk. Negatívumként hozta viszont fel az ikrényi polgármester a munkaerő elvándorlást, mert nem egységes a bérezés, főképp a szakmunkások részére az EU-n belül, így a győri régió óriási munkaerő hiánnyal küszködik. A szlovákiai Nagymad polgármestere a határok nélküli szabad mozgást hozta fel az EU előnyeként, ami a magyarság számára rendkívül fontos. Mi, aki elszenvedtük a Trianont, és ott maradtunk Szlovákiába. Tehát most, hogy Európa Uniós tagok vagyunk, probléma nélkül átutazunk Magyarországra, senki nem ellenőrzi az autónkat, nem állítja meg. El tudunk menni a rokonjainkhoz, barátainkhoz, és hát a gyermekeink is, tehát probléma nélkül tudnak a oktatási intézményekben Magyarországon tanulni, vagy esetleg, aki szeretne munkát vállalni, akkor Magyarországon, vagy akár más Európa Uniós országban is tudnak munkát vállalni. Ugyanakkor a nyitott határok hátránya az ellenőrizetlen ember, cigaretta és alkoholcsempészet, valamint az egyéb bűncselekmények lehetőségének elterjedése, tette hozzá a felvidéki politikus. Magyarország szabadkai főkonzulátusának konzulja reméli, hogy Szerbia mielőbb az EU tagja lesz, de egy-egy csatlakozási fejezet megnyitásához és az egész folyamat lezárásához mind a 28 jelenlegi tagország tanácsának egyhangú jóváhagyása szükséges. Ilyenkor ugye nem csak egy kormány, nem csak egy főváros, nem csak egy állami közigazgatás csatlakozik az Európai Unióhoz, hanem az ott ország társadalma is, annak kisebb-nagyobb közösségei, térségei. Ezért tartjuk fontosnak, hogy itt a Vajdaságban is sor kerüljön ilyen eseményekre, ahol ugye ismertetik az uniós tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket, egyben lehetőségeket. Én itt a csatlakozási folyamatról, illetve az uniós polgársággal járó lehetőségekről beszéltem a mai nap folyamán. Az uniós polgársággal járó előnyök és lehetőségek egyike, hogy azok a magyar állampolgárok, akik olyan harmadik országban tartózkodnak, és ott ne adj Isten bajba kerülnek, ugye akkor ők jogosultak arra, hogy az ott külképviselettel rendelkező másik uniós tagállamtól védelmet kérjenek, konzuli vagy diplomáciai védelmet, ugyanolyan feltételek szerint, mint amilyen feltételek szerint az adott tagállam a saját állampolgárainak ezt a védelmet nyújtaná. A tanácskozáson mezőgazdasági termelők is részt vettek. Számukra elhangzott, a csatlakozással együtt szemléletváltásra van szükség a mezőgazdasági termelésben a kisgazdák esetében. Arra próbáltam ösztönözni, vagyis sugallni a jelenlévőket, hogy
próbálják meg akik kis mezőgazdasági gazdaságokkal rendelkeznek, kis területen gazdálkodnak, és ez a fő bevételi forrásuk, hogy próbálják meg elhagyni a kukorica, buza, ilyen jellegű kultúráknak a termesztését, ebből nem tudnak majdan egyszer az Európai Uniós piacon versenyképesek lenni, hanem próbáljanak meg inkább a zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, fűszernövények termesztése felé fordulni, próbálni a feldolgozás felé, mert úgy gondolom, hogy akkor tudnak majd versenyképesek lenni, és a családjuknak megélhetést biztosítani ezeken a relatív kis mezőgazdasági parcellákon. Ez azt jelenti, hogy az EU-s piac főleg a fűszernövényekre és a hasonló mezőgazdasági termékekre tart igényt, tehát nem annyira a kukoricára, búzára és a hagyományos mezőgazdasági kultúrákra? Igényt tart arra is, de viszont azért próbáltam erre fókuszálni, mert a Vajdaság területén a gazdaságoknak a java része kis gazdaság, és ugye itt elsősorban az a fontos, hogy megélhetést tudjanak biztosítani a családjaiknak, a gazdaságok. Ezért gondoltam, vagyis tartom fontosnak azt, hogy e felé forduljanak, mert ezeken a kisebb parcellákon ilyen kultúráknak a termesztésével tudnak nagyobb jövedelmet megvalósítani. Elmondtam, hogy ugye mi az, amit a minisztérium tesz ennek érdekében, hogy a gazdák időben értesüljenek, időben tudjanak változtatni, és itt gondolok mindenek előtt a pályázati rendszer megreformálására, mi módon fog majd változni, milyen pályázási lehetőségek lesznek, a pályázási lehetőségek alkalmazása, azután a kifizetésekről, a direkt kifizetésekről beszéltem, mert ugye nagyon fontos, hogy a gazdák értsék, hogy az Európai Uniós felé való törekvés, az út, az előcsatlakozási tárgyalások egyrészt miről szólnak, másrészt hol tartunk ma, és harmadrészt pedig ugye melyik az a szint, vagyis igazából hova fogunk eljutni, és hogy a teljesjogú tagság pillanatában mi az, ami rájuk vár. Ezt így összegeztem, és én úgy gondolom, hogy értik, nagyon fontos, hogy erről beszélünk, és aktuális a téma. Nagyon nagy az érdeklődés, úgy gondolom, hogy fontos, hogy ez itt ma megszervezésre került kis piacon. A csatlakozás pillanatában mi az, ami rájuk vár? A csatlakozás pillanatában ugye az vár rájuk, ami a most teljesjogú tagságot élvező országok mezőgazdasági termelőire. Tehát az Európai Uniónak van egy közös agrárpolitikája, mely ugye be van tartva minden tagországon belül. Itt a direkt kifizetések, az élelmiszerbiztonsági rendszer, a standardizációk, a környezetgazdálkodás, ezek azok a paraméterek, melyeken belül fontos változások fognak bekövetkezni, mindannak érdekében, hogy a gazdák ugye jobban és eredményesebben tudjanak termelni. Fontos, hogy az emberek megismerjék azokat az előnyöket, amik az EU-s tagságból származhatnak, hangsúlyozta Deli Andor, az Európai Parlament képviselője. Én azt gondolom, hogy Szerbia számára egyrészt vannak a politikai vonzatai a történetnek, ugye egy közösséghez, egy értékrendhez való tartozás kérdése miatt fontos az uniós tagság elnyerése, másrészt pedig a gazdasági vetület is természetesen ott van, mert egy egységes piacon való részvételt tesz lehetővé, és azon túlmenően pedig még ott vannak azok a támogatási mechanizmusok, amiket a közép-kelet-európai tagországok is használnak, és amik által fejlesztéseket tudnak beindítani. És a hátrányok esetlegesen? A hátrányok azokat szerintem esete válogatja, tagállamok közül külön ugye értékelik és vizsgálják azt, hogy az Unió miként viszonyul hozzájuk, illetve azt, hogy lehet megnövelni azt a szintet, hogy az Unió jobban vegye figyelembe a polgárai véleményét, illetve legyen nyitottabb az irányba, hogy milyen unióban szeretnek az európai polgárok élni a jövőben. És ez különösen fontos számunkra itt a közép-kelet-európai régióban, ugyanis egy ilyen fajta oda nem figyelést tapasztalhatunk már az elmúlt időszakban, és én azt gondolom, hogy elsősorban a visegrádi csoportosuláson keresztül majd sikerül egyfajta átterést, egyfajta ingerküszöb elérést kiprovokálni.
Ha a Szerbia polgárai számára fontos az ország EU csatlakozása, akkor a vajdaságiak számára még fontosabb, emelte ki Nyilas Mihály, tartományi kormányalelnök. Egy több nemzetiségű közösségről van szó, 2 millió olyan polgárról, akiknek az egyharmada valamilyen kisebbség tagja. 26 kisebbség él együtt a vajdaságban, ezek közül a magyar a legnagyobb, mintegy 200-250 ezer létszámú, és azt hiszem mindannyiunknak nagyon fontos, hogy a vajdaság, amit gyakran nevezünk kicsi Európának, valóban Európa részévé váljon. Ez gazdasági szempontból és egyéb szempontokat figyelembe véve miért fontos? Gazdasági szempontból mindenképp a legfontosabb, hiszen már olyan kapcsolataink vannak az unió jelenlegi tagállamaival, gazdasági kapcsolatok, gondolok itt a kivitelre, a behozatalra is, de ugyanakkor a beruházásokra is, számos osztrák, német, olasz és egyéb európai tagállamból való, Magyarországról való nagy beruházónk van már, akiknek amely cégeknek a működése még inkább lendületet vehet, nagyobb fejlesztésekre is sor kerülhet, ha már egy közös piac, egy közös gazdaság, egy közös vámunió és akár később monetáris unió részeivé válunk. Úgy a vajdaság, mint Szerbia. A tartománynak már van egy irodája Brüsszelben, amely egyre aktívabb. Ezen az irodán keresztül ismeri meg a tartományi vezetés azt a szerepet, amit vállalnia kell majd az EU-s régiók sorában, amikor már uniós tagok leszünk. Ugyanakkor ez az iroda vajdaság gazdasági, idegenforgalmi, kulturális és egyéb potenciáljait is bemutatja, tette hozzá Nyilas Mihály. Ez egy több mint 2,5 évtizedes történet, mesélte Pásztor István. A VMS elnöke szerint a vajdasági magyarság már a 80-as évek végétől, a 90-es évek elejétől elkötelezett volt abban a törekvésben, hogy Szerbia az EU tagjává váljon. Az elmúlt években fölgyorsult Szerbia uniós csatlakozása, sok tárgyalási fejezet nyílt meg, nagyon sok van még, amit meg kell nyitni, de azt is látnunk kell, és azt gondolom, hogy reálisan látjuk, hogy egyrésztről az unió egyfajta krízisben, egyfajta átalakulásban van. Ebben a pillanatban igazán hangsúlyos és kitapintható bővítési szándék nincsen. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy fontos ez a folyamat, fontos, hogy a jogharmonizáció a megnyitott fejezetek tekintetében előre haladjon, és nagyon fontos az, hogy a lehetőségeket, amik megnyílnak most ebben a pillanatban, újabb IPA pályázati kört várunk, de hát egyéb más tekintetben is nyílnak a lehetőség, itt elsősorban a mezőgazdaságra gondolok, ezekre föl tudjunk készülni, és sikeresen tudjunk pályázni. Az EU alulról jövő információkból próbálja felmérni, jó irányban halad-e az unió, ez volt a kispiaci tanácskozás egyik célja. Mezőgép bemutató és gyermekprogramok is várták az érdeklődőket a településen. A vásártéren a Prosperitáti Alapítvány képviselői beszámoltak a magyar kormány által támogatott gazdaságélénkítő program részleteiről és az ősszel esedékes új pályázatokról is. Közben a látogatók a vásári forgatagot is élvezhették. Olyan mezőgépeket, kapcsolható eszközöket és pótkocsikat tekinthettek meg, amelyeket a Prosperitáti Alapítvány pályázati eszközeinek köszönhetően szereztek be a termelők. Oroszi Dominik és családja a géppark jogkorszerűsítése miatt pályázott, nyertes pályázóként már több géppel is sikerült bővíteni a gazdaságukat.
tavaly nyáron egy pneumatikus 4-soros ültetőt, idén pedig egy Itó 454 VD 4-kerék meghajtású traktort. És miben fogja ez segíteni a munkátokat? Hát elsősorban segít, hogy mondjuk egy első rakodó rá lehetne rakni, és bálahordásra, mert eddig kockabálákkal dolgoztunk, most lehetne rollbálával, meg szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozunk, és ott is megsegítené a trágya kitermelését. Eddig sokan elavult eszközökkel dolgoztak, ezért is szükséges a fejlesztés, mondta Berza Tibor beszállító, aki haszongépek beszerzésével és forgalmazásával is foglalkozik. Megnövekedett a cég forgalma a Magyar Állam támogatása segítségével, viszont megnövekedett a bedolgozó embereknek a száma is. Tehát, voltak olyan munkák, amiket kiadtunk kezdő vállalkozóknak. Ők is a Prosperitáton keresztül nyertek olyan gépeket, amik a vasfeldolgozásba, vasmegmunkálásba nyert, Prosperitáton keresztül nyert esztergapod, heggesztők, stb. És én ezeket az embereket felkerestem, és hála Istennek egy széles körben most be tudnak dolgozni a cégnek. A kiállított eszközöket Juhász Bálint is megtekintette. A Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője kiemelte, munkatársaival azon fognak dolgozni, hogy a közeljövőben is minél többen hozzájussanak a rendelkezésre álló pénzeszközökhöz. Leszögezte, kétfajta pályázó létezik, aki már nyert valamelyik kiíráson, és aki nyerni fog. Szeptember 4-én írták ki a legújabb pályázatokat ház- és földvásárlásra, illetve a közepes léptékű mezőgazdasági és gazdasági fejlesztésekre 50 ezer és 500 ezer euró közötti projektekre. Ezek a pályázatok november 30-ig állnak rendelkezésre, vannak nyitva, majd azután értékelünk, és a projektek nagy részét a jövőjében fogjuk megvalósítani, kivétel a házvásárlás, amit folyamatában még az idejében is ki tudunk fizetni, illetve a földvásárlás, ami hitelből valósul meg. Ősszel azt tervezzük, hogy a nagy léptékű fejlesztésekben integrátori szerepre kiválasztott pályázókkal együttműködve, az ő igényeikhez igazítva a kis termelőket fogjuk táncba hívni és pályázatot kiírni a számukra, azért, hogy olyan mennyiségben és minőségben tudjanak előállítani mezőgazdasági elsődleges terméket, nyersanyagot, amelyet majd az integrátorok feldolgoznak és piacra juttatnak, tehát olyan mennyiségben és minőségben, ami a piacra jutáshoz szükséges. Ezt a pályázati kiírást várhatjuk majd ősszel. A bemutatók mellett családi napot is szerveztek Kispiacon. A legkisebbek ügyességi játékokon vehettek részt, valamint pónilovakat is simogathattak. A szervezők az Európai Unió tagországainak zászlóiból készült mozaik képet is kifüggesztették. A rendezvény egyben a kétnapos Európai Uniós tanácskozás záróakkordja is volt.